Megkezdte a belügyminisztérium a kórházi ellenőrzéseket, írja az elitmet.hu. Az orvostudományi portál információi szerint a napokban ellenőrző csoportok jártak a Honvéd kórházban, a Szent János kórházban, a Ján Ferenc délpesti kórházban, valamint Gyöngyösön, Egerben, Hatvanban, Gyulán és Hódmezővásárhelyen is. Volt olyan kórház, ahová hajnali háromkor érkeztek az ellenőrök. A belépéskor a portán elkérik a bejelentkezéseket, majd egy lista alapján végigmennek az osztályokon. Megnézik a jelenléti éveket, benyitnak a kortermekbe és a vizsgálókba, megszámolják a betegeket és vizsgálják azt is, hogyan használják az eszközöket. A portál idéz egy volt egészségügyi vezetőt, aki szerint az ellenőrzési gyakorlat legfeljebb megfélemlítésre jó, és rosszat üzen az egyébként is végletekig kihajtott egészségügyi dolgozók megítéléséről egészségügyel megyünk tehát tovább. A vendégünk Kincses Gyula, egészségügyi szakértő, a MOK korábbi elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt a bejátszásban elhangzott tulajdonképpen az egyik vélemény, hogy miről szól ez a kórházi ellenőrzés, de hogyha mondjuk én ezzel nem értek egyet és felvettem azt, hogy miért ne lenne normális ellenőrizni a kórházak tevékenységét, akkor ön erre mit mond? Természetesen a kórházak tevékenységét ellenőrizni kell, de betartható szabályok kellenek ahhoz, hogy az ellenőrzésnek értelme legyen. De én egy lépéssel hátrébb lépnék. A kormány látja, érzi azt, hogy az egészségügyel baj van. mindennapos hír, hogy itt szűnik meg az ellátás, ott szünetel, itt nincs semmi, ott hiány van. Valamit csinálni kell, és erre egy ilyen pótcsevékenységgel válaszolnak, ellenőrzéssel, ami semmi jóra nem vezet, hiszen összességében annyit lehet elérni, hogy elvadítja majdnem ezt, mondtam, tehát a kollégák egy részét eltávolítja a közellátásból, még tovább romlik az ellátás hozzáférése, még több ember kénytelen lesz magánellátásba menni, tehát ennek haszna semmi nem lehet egy részletkérdésig azért mégiscsak menjünk beljebb, hogy így mondjam. Azt mondják, hogy itt a betegeket például, mármint hogy a jelenlétüket azért ellenőrzik, mert manapság már olyan ellátások vannak, amelyek megengedhetik azt, hogy a betegek hamar hazamenjenek, ugyanakkor a kórház olyan módon kap pénzt a betegei után, Amennyiben azok a megfelelő időt eltöltik. Velem, egyszer előfordult, hogy behívtak egy urológiai vizsgálatra, három vizsgálat volt. Ennek a nettó összideje nem volt több két óránál, óránál, nyilván nem lehetett takra megszervezni, de mondjuk egy nap alatt biztos le lehetett volna bonyolítani. Ez képest engem bent tartottak három nap, két éjszaka. Tehát akkor itt tulajdonképpen egy, egy, egy totális ellentmondásra alapul a dolog, nem? Tehát nem kéne bent tartani a betegeket, de bent tartják, hogy meg legyen a pénz, vagy ha engedik, akkor viszont jön az ellenőrzés. A szerkesztő tökéletesen foglalta össze. Erre széloztam, hogy betartható szabályok kell lennének, reális az élethez igazított szabályok, és akkor azt már van értelme ellenőrizni. Pontosan erről van szó, hogy a finanszírozási szabályok, lassan évtizeddel ezelőtt, vagy még régebben alakultak ki, és minden kormány csak ígéri ezeknek a felülvizsgálatát, és azok a technológiai újítások, amiről ön is célzott, lehetővé teszik a gyorsabb, hatékonyabb gyógyulást. De ma az úgynevezett homogén betegségcsoportoknak van egy úgynevezett alsó és felső határnapja, és a kettő között kapja meg a kórház azt a pénzt, amit ehhez, amiből tud hiány termelni, mert annyit nem kap, hogy ezen reális eredményeket tudjon felmutatni. Na, de akkor ez egy öncsalás, amire ez az egész rendszer épül. Hát értelmes emberek dolgoznak az egészségügyben, senki nem szólt, hogy gyerekek, hát legalább saját magunkat ne nézzük már bohócnak. Hát miért nem változtatják akkor meg? 130 milliárd körül tart most is az adósság. Tehát addig, amíg a kormány nem vállalja fel azt, hogy reális értéken megfizeti az ellátásokat. Addig csak ez az öncsalás és hazudozás megy, mert valóban rákényszerítik az ellátás, az intézményeket arra, hogy befektessék a beteget papíron vagy valójában azért, amit ambulánsan is meg lehetnek csinálni, de sokkal kevesebb pénzt tudnak kapni, hogyha járóbetegként oldják meg, a költség ugyanannyi. Tehát nem jó irányba viszi az ellátás tömegét a jelenlegi szabályozás. A valószínű, hogy nem is a szakmai háttértudás hiányzik hozzá, hanem a politikai bátorság, mert ekkora kapacitású egészségügyet ennyi pénzből, ennyi szakemberre nem lehet működtetni. Ehhez az kellene, hogy megerősíteni a járóbetegellátást, és sokkal kevesebb telephelyű fekvőbetegellátásra lenne szükség, csak az megpolitikailag hogy néz ki, hogy osztályokat zárnak be, vagy telephelyeket. És amikor a kormány azzal érvel, hogy az, az orvosok nemrégiben nagyon jelentős béremelést kaptak, aztán jöttek a szakdolgozók, akkor erre mi a szakmai választ, Tehát, hogy mi kellene még? Az orvosok valóban jelentős béremelést kaptunk, tehát ezt minden fórumon mindig elismerem, hogy Magyarországon a humán szférában példanélküli az a béremelés, amit megkaptunk. A szakdolgozókra ez sajnos már nem igaz, de maga az egész rendszer szelleme idegen a szakmától. Tehát, mikor ezt a rendelkezést meghallottam, az jutott eszembe, hogy talán Sztálin mondta, hogy írók, írjatok remek műveket. Igen. Na most itt is ez a 8-tól 4-ig köteles, hogy ott lenni, azt mérem, hogy ott vagy-e. Ez abszolút idegen attól az orvos-beteg kapcsolatra épülő, személyes bizalomra épülő rendszertől, ahol nem fegyelmezett alkalmazottak, hanem kreatív valakik az orvosok, és a betegekkel együtt tudnának racionálisan döntéseket hozni, nem, erről, nem erre megy a rendszer, hanem csendrend, fegyelem. Tehát Pintér Sándornak megvan egy technológiája, amit a rendőrség sikeres átszervezésénél alkalmazott, ez tökéletesen alkalmas volt a a védelem, vagy a tűzoltóságnak az átszervezésére. De ugyanez a technológia alkalmatlan a humán szférára, tehát az oktatás ügyre, vagy egészségügyre. És ez a baj, hogy itt is pótcselekvésként így akarnak rendet tenni, hogy már pedig ellenőrzök, odacsapok, csendren fegyelem legyen, ebből csak a közszolgáltatás elhagyása lesz a válasz. És akkor ebbe a kategóriába esik ön szerint a házi orvosi rendelők, illetve ügyeletek ellenőrzése is, ahol kb. 40%-ban hibákat találtak? Igen. Ugye tudni kell, hogy 900 körül van a betöltetlen praxisok száma, ami 15%. Azt is tudni kell, hogy a, rend, a házi orvosok egy jelentős része két-három telephelyjel bír. Na most nem tudott lenni mind a három telephelyen a kollega vagy ezen van, vagy azon, nem tud a helyettesítésben is ott lenni, meg a rendes rendelésében is, és egyáltalán azzal, hogy a telemedicina betört az életünkben, nagyon jó, hogy van e recept. Ezzel az egész munka idő átalakult, hiszen a doktornak be lehet telefonálni, nem a rendelőbe, és fel tudja írni az e-receptet. Tehát ott is az technológiai és az élet változásait kell lekövetni. Másrészt tudni kell azt, hogy hány éves a szakma átlag élettartalma. Tehát jóval több 60 év fölötti kollega van, mint 60 év alatti. Ha ezeket a kollégákat, ahelyett, hogy megbecsülnénk, elkezdjük regulázni, akkor elmennek nyugdíjba, és még tovább romlik a házi orvosi ellátás. Másfél percünk maradt, hogy nézzük a nagy képet. Azt nem értem én, hogy egy kormányzatnak vagy egy államnak miért nem éri meg nagyon-nagyon sok pénzt befektetni az egészségügybe, hiszen ha jó az egészségügy, akkor előbb-utóbb lesz egy egészséges társadalom, ott akkor kevesebb lesz a beteg, kevesebb pénzt kell betegellátásra fordítani, egészséges emberek jobban termelnek, szóval a, a végeredmény biztos, hogy jobb lesz, ha több pénzt tesznek bele. Miért nem teszik ön szerint? Um... A tankönyvet tökéletesen felmondta a szerkesztő úr. De. Csak a élet az nem így működik, ehhez nagyon sok pénzt kellene beletenni, hiszen az egészségügyben a megelőzés az nem egy malac persze, ahova beteszek ennyi pénzt, és akkor majd kevesebbet kell költenem. A nyereség, amit megtakarítok, az életévekben, életminőségben, időskori életminőségben jelentkezik, és úgy tűnik, hogy ez a befektetés már politikailag nem egy megtérülő a kormány számára. Ugyanakkor azt mondják, illetve számok mutatják, hogy egyre jobban tolódik el a magánegészségügyben segítséget keresők aránya, és ott elköltik azt a pénzt, amiből egyébként már adóztak Sajnos. Mi a nem ráció? A, az a ráció, hogy a kormánynak kevesebbet kell költeni. 4,9%-át költi a kormányzat, mint állami költségvetés, vagy, vagy közszolgáltatási költségvetés egészségügyre, ami Európában hihetetlenül alacsony. Tehát igen, akinek van pénze, menjen el a magánba, de ott sokkal kulturáltabb körülmények között sokkal kevésbé megszervezett ellátást fog kapni. A magánellátás még mindig eseti ellátások kulturált halmaza, nem pedig egy ellátó rendszer, ahol végig tud menni a beteg mind, az egész folyamaton az, hogy ez hogy váltható szavazatra, mármint hogy én az adózott pénzem után még magánegészségügyre költök, ez még következő beszélgetés témája lett de lejárt az időnk, úgyhogy kincse Gyurának köszönöm szépen. Én is köszönöm.